Pátonban jelenleg már pörög a szerencse kerék, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. Ez azt jelenti, hogy különböző kérdéseink vannak az alapítványunkkal kapcsolatosan. Kérdést kell húzni, és aki tudja a választ, azt törgethet, és hát nyilván különböző nyereményeink vannak, lehet egy pólót nyerni, termosz, lehet vászon, táskát, kukorék, hújót, strandlaptát, esőkabátot, úgyhogy jó időre, rossz időre, mindenre fel vagyunk készülve. Réka azt mondta, hogy honnan kell készülni a válaszokra, honnan lehet ezeket megtudni. Hát, aki nagyon-nagyon buzgón szeretne készülni, ez a Kommunitás Alapítvány honlapján is utána olvashat a kérdéseink, a Kommunitás Alapítvány honlapnak, hogy mivel foglalkozik pontosan, mi az, amit csinálunk, de akinek nincs ideje előzőleg készülni, az talál egy kis segítséget a sátunkban, úgyhogy bátran eljönni azoknak is, akik esetleg nem ismerik az alapítványokat, hiszen pontosan ez a célunk, hogy minél többen megismerjenek itt a forgatokban, minél többen halljanak rólunk, ezért is van minden nap a programunkban valami olyan pont betűve, ami minket jutott be, hogy megismerhetnek minket. Például ma délután 4-től pályázati tanácsadást tartunk. Épp ezt akartam kérdezni, hogy van-e lehetőség arra, aki még nem pályázott, vagy kezdő pályázó? Így milyen van, tanácsokat adtok? Várjuk őket szeretettel. Ez egy tanfolyam, vagy előadás formájában, vagy egyéni tanfolyam? Egy óra alatt nem lehet részletesen mindent elmagyarázni, de bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk. A pályázat megírásától az elszámolásig egészen minden egyes kérdésre válaszolunk. Úgy magánszemélyeket, főszervezeteknek. Van ezzel kapcsolatosan anyagunk is, úgyhogy várunk mindenkit 4 órától szeretettel. Köszönöm.